Mágia és hit című előadás sorozatom utolsó alkalmához értünk. Ha Isten is úgy akarja, mához egy hétre új sorozatot kezdek, amely az angyalokról és démonokról szól. Eddig magától értődően föltételeztem a velük kapcsolatos katolikus tanítást. Mivel azonban az angyalok világa olyan téma, amelyet a teológiai racionalizmus szkeptikusan kezel, a New Age pedig meghamisít, érdemes lesz alaposabban foglalkozni vele. Amit eddig végeztünk, abból áll, hogy szempontokat találtunk a mágia és a nyomában járó démoni befolyás fölismeréséhez. Arra nem vállalkozhattam, hogy enciklopédikus áttekintést nyújtsak a különböző mágikus irányzatokról. Ezt amúgy is megteszi Gál Péter atya hatalmas műve, a New Age keresztény szemmel. Ez az interneten is letölthető, a Pázmány Péter elektronikus könyvtárból. 100%-ig kimerítő és teljes azonban még egy ilyen nagy terjedelmű munka sem lehet, mert úgy szóván hetente születik valamilyen új varázslat. Gyorsabban nőnek ki a földből, mint eső után a gombák. Ezen a területen ugyanis korláttalanul lehet hazudni, és igen jól lehet pénzt keresni. Jó magam általános elveket próbáltam nyújtani, de konkrét példákat is hoztam, egyrészt mert a puszta teológiai elemzés rendkívül unalmas és nehezen érthető lett volna, másrészt mert azt reméltem, hogy sokak számára szemkinyitó lehet, amit például az agykontrollról, a zenről, a jógáról, a homeopátiáról vagy a természetgyógyászatról mondtam. A mágikus tanok ugyanis erősen behatoltak a katolikusok szemléletébe, és óhajtottam némi üdvös nyugtalanságot ébreszteni. Akiknél ez sikerült, azoktól csupán azt kérem, ne meddő vitatkozásba kezdjenek, hanem termékeny gondolkodásba. Most összefoglalom a mágia elméletét. Az isteni dolgokhoz, a numinózumhoz kétféleképpen lehet közeledni. Vagy áhítattal, odaadással, vagy manipulatív szándékkal. Előbbi esetben Isten szentsége uralkodik rajtam. A másik esetben én próbálok uralkodni az istenségen és a hozzátartozó dolgokon. Az odaadás attitűdjét a keresztfa fejezi ki legtökéletesebben. A manipuláció attitűdjét a jó és rossz tudás fája a paradicsomban. Középút nem létezik. Aki nincs velem, ellenem van, s aki nem gyűjt velem, az szétszór, mondja Jézus, Lukács 11.23. Sokan semleges területként kezelnek mágikus eljárásokat, de nincs semleges övezet Isten országa és a sátán birodalma között. A numinózum manipulatív kezelése mágia, és a mágia bűn. Van könnyen felismerhető mágia. Ha valaki jósolni akar a tenyeremből, vagy kártyát akar vetni nekem, nem kell sokat gondolkoznom rajta, hogy mágikus okkult területen mozgok-e. Máskor azonban a mágikus gondolkodás tudományosnak álcázza magát. Ilyenkor azt a kérdést kell föltennünk, nincs-e a szóban forgó eljárásban egy irreálisan numinizált mozzanat, valami, amit ki nem mondottan numinózumként kezelünk, azaz olyan tulajdonságokkal ruházunk fel, amelyek magasabb rendű valóságnak mutatják, mint ami természeténél fogva megilleti. Ha ugyanis megnyitjuk lelkünket egy hamis numinózum előtt, ezen a résen keresztül nem Isten szentségének valamilyen tükröződése fog elérni bennünket, hanem az a numinózum, amely pervertálódott és hamissá vált
a bukott angyal. Minden irreális numinizáció kaput nyit lelkünkben a sötétség hatalmának. Amennyiben az irreális numinizáció nem volt szándékos, természetesen nem követtünk el bűnt. A kapu azonban megnyílt, és lelkünk ellensége, az ordító oroszlánként körüljáró ördög nem fog habozni. Belép minden résen, amit talál, és befolyása alá vonja a lelket, még ha talán kezdetben enyhe is ez a befolyás. Előadásaim során több példáját felhoztam az ilyen enyhe befolyásnak, saját meglepő álmatlanságomat, félelmeket, éjszakai gyereksírásokat. Említettem példákat súlyosabb befolyásra is, egy médium rémlátásait, egy agykontrollozó asszony vallomását. De ez legtöbbször még mindig nem ördögi megszállottság. A megszállottság olyan súlyos démoni befolyást jelent, amely legalábbis időnként háttérbe tudja szorítani az eredeti személyiséget. Azonban a mérsékelt démoni jelenlét is gyakran elegendő ahhoz, hogy a mágikus módszer működjék. Bizonyos pozitív eredményeket is tudjon felmutatni, és ezzel azt az illúziót keltse, hogy jó dologgal állunk szemben. A sátán a világosság angyalának teteti magát. Fontos továbbá, hogy a démoni jelenlét nem csak a hamis numinizációhoz kötődik, hanem annak teljes szellemi kontextusához. Mindahhoz, ami vele együtt jár, összetartozik. Az irreális numinizáció tényét gyakran az fedi fel, hogy olyan mozzanatra lelünk a szóban forgó tanban vagy eljárásban, amelyet bizonyítás nélkül a priori kell elfogadni. Vagyis kritikus gondolkodás helyett hittel kell feléje fordulnunk, mintha vallási érték numinózum volna. A nyíltan okkult manipulációkban is rendszeresen elmarad az eljárás indokolása. Csak a módszert ismertetik velünk, például a csillagképek jelentését az asztrológiában. Máskor az okkult jelleg nincs bevallva, de rejtetten ott van az eljárásban az a mozzanat, amelyet el kell hinnünk, vagyis bizonyítás nélkül kell elfogadnunk. Ez a rejtett latin szóval okkult a priori. Ilyen okkult a priori például az agykontrollnak az a föltételezése, hogy az alfa állapotban nem lehet ártani. Ugyanilyen önkényes a zen meditációban az az előfeltevés, hogy a logikus gondolkodás leállítása nem tévedéshez, hanem igazsághoz fog vezetni bennünket. Hasonló okkult a priori a nacionalizmusban a saját nemzet felsőbb rendűségébe vetett hit, vagy mondjuk a Szent Antal láncokat kísérő primitív hiszékenység is. Okkult a priori a homeopátiában a potenciálás vagy dinamizálás elfogadása. Okkult a priori a természetgyógyászatban az orvostudománytól függetleníthető gyógyító eljárásokba vetett naív bizalom. Okkult a priori önkényes feltételezés a reinkarnáció hit. Okkult a priori annak elfogadása is, hogy a szabadkőművesség ritusai szellemileg ártalmatlanok. Ha megtanuljuk tetten érni az okkult a priorit, a bizonyítás nélküli előfeltevések hit jellegű elfogadását, amely a keresztény hit démoni mása, akkor képesek leszünk tájékozódni a mágia világában. Akkor is, ha tudománynak álcázza magát. Lehetetlen minden varázslatot felsorolni, de minden varázslatot lehetséges fölismerni. Ennyit a mágia elméletéről, röviden összefoglalva, most viszont eljött az ideje, hogy föltegyük a kérdést.
Ha fölismertük, hogy valami olyannal foglalkoztunk, ami mágikus természetű, és ezért démoni behatolást von maga után, mit csináljunk a démonnal? Az ilyen fölismerések sokszor nehezen lépésről lépésre születnek meg, de ha valaki a sok tagadás és elhárítás után végre kész beismerni, hogy a mágikus manipulációk szellemileg tisztátalan világába téved, mihez kezdjen? Szeretném világosan bemutatni a szabadulás útját. A szabadulás három lépésből áll. Először is. Isten színe előtt, Jézus Krisztus nevében, mondjon ellene az illető mágikus eljárásnak, mint bűnös dolognak. Természetesen lehetséges, hogy valaki jóhiszeműen tévedt okkult területre, csak hogy van bűnös önáltatás is, figyelmeztetések könnyelmű elhárítása, alkudozás az igazsággal, legtisztább eljárás nyíltan megvallani, hogy amit eddig tettünk, az bűn volt. Még ha talán szubjektíve nem is, objektíve minden esetre az volt. És ellene mondani ennek a bűnnek. Ez az ellenemondás nem puszta formalizmus, hanem erős elhatározást foglal magában, hogy többet nem követjük el ezt a bűnt, és a bűnre vezető alkalmakat is elkerüljük. Katolikus hívő számára egy hittel végzett gyónás a legjobb megoldás, ebben természetesen többi bűneit is meg kell vallania és meg kell bánnia. Másodszor, és jön a második lépés, semmisítse meg a mágia minden eszközét, amelyet használt. Az ingát, varázsveszőt, tarotkártyát és így tovább, valamint az összes okkult könyveket. Közben imádkozzék Jézus vérének oltalmáért, mert a démonizált tárgyak még hordozzák az ártó erőt. Ne tegye be többet a lábát abba a társaságba, amely mágikus irányba csábítaná. Ilyen célzatú társaságokból formálisan ki kell lépni. Mindez persze időt igényel, ezért a körülmények miatt időrendben ez a második lépés a harmadik helyre kerülhet. Harmadszor pedig imádkozzék, hogy Isten szabadítsa meg a gonosz lélek minden befolyásától, minden démoni behatolástól. Ezt az imádságot nyugodt, de határozott hangon végezze, még ha belül érez is bizonytalanságot. Jézus Krisztus nevében hatalmunk van a gonosz felett. Az kénytelen eltávozni, ha hittel imádkozunk. A hit nem érzés, hanem döntés. Aki Jézus Krisztus mellett döntött, az ő megváltó vérének erejével megszabadulhat minden sötét hatalomtól. Még akkor is, ha ez a szabadulás talán fokozatosan megy végbe. Imádkoznunk kell, hogy Isten szent lelke töltsön el bennünket, és az ő hatalmas angyalai oltalmazzanak. Mindjárt meg is kell köszönnünk, hogy Isten meghallgatta imánkat, mert a hálaadás a hit kifejezése. Ilyenkor nagy segítség, ha más hívők is velünk imádkoznak, esetleg gyakorlottabb személy vezeti az imát, de ne keressünk specialistát, ördögűzőt. Számomra sok bosszúságot jelentenek azoknak az okvetetlenkedései, akik pusztán azért, mert a démoni befolyás teológiájával foglalkoztam, valami különleges lelki segítséget várnak tőlem, amit nem tudok nyújtani. Az ördögűzés, exorcizmus szertartásának végzése eseti megyéspüspöki engedélyhez van kötve, ilyen engedélyem soha nem volt, ezért soha nem is végeztem exorcizmust. Nem csak komoly megszállottsági esetekben indokolt exorcizmushoz folyamodni, viszont minden hívő jogosult imádkozni a mi atyánkban is bennfoglalt kérést, szabadíts meg a gonosztól. Az ilyen szabadító ima lényegesen különbözik az exorcizmustól, mert az exorcista számára megengedett, hogy magához a megszálló démonhoz beszéljen, második személyben parancsoljon neki, ahogy Urunk is tette. A dolog kényes volt, tehát nem kell ecsetelni.
A visszaélések lehetősége miatt az exorcizmus szentelményének végzésére csak tudós, buzgó és józan ítéletű pap kaphat engedélyt. A közönséges szabadító ima azonban, amelyben Istenhez fordulunk, és a gonoszról harmadik személyben beszélünk, mindenki számára lehetséges, és az esetek túlnyomó többségében elégséges is. Tehát, kedves barátom, ne exorcistát keresve szaladgálj a világban, ahogy számos szenzációhajház teszi, hanem fogj hozzá és imádkozz. A hatékony imához nem kell papnak lenned, nem is kell kész szentnek lenned, hívőnek kell lenned. A hit pedig, még egyszer hangsúlyozom, döntés. Ha tehát beszennyezted magad olyan dolgokkal, mint mágia, varázslás, okkultizmus, New Age, ha jósoltál vagy jósoltattál, szerelmi varázslatot vagy rontást végeztettél, ha belekeveredtél olyan dolgokba, mint a tenyérjóslás, kártyavetés, horoszkóp, vízsabord, inga és varázsvessző, ha hittél a gnosztikus evangéliumoknak, vagy a reinkarnáció tanának, vagy az alternatív tudományoknak, a teozófiának, vagy a Steiner-féle antropozófiának, ha részt vettél agykontrollban, transzcendentális meditációban, jógázásban, zenmeditációban, szellemgyógyászatban, autogén tréningben, dianetikában, szcientológiában, a Krisna tudatú hívők praktikáiban, ős magyar vallásban, mormonizmusban, Baháj hitben, Mun egyházban, Jehova tanúinak közösségében, Szai Baba mozgalmában, sámánságban, táltosságban, vikkában, ha tűzönjárásban, mágikus szerepjátékokban, ufológiába, parapszichológiai kísérletekbe, extraszenzoros percepcióba, keleti harcművészetekbe bocsátkoztál, ha reikivel, fényadással, természetgyógyászattal, azaz alternatív gyógyászattal, szellemsebészettel, kineziológiával, akupunktúrával, reflexológiával, táltos masszázzsal, táltos cseppekkel gyógyítottál vagy gyógyítattad magad, ha enneagrammal, földsugárzásméréssel, aurák érzékelésével, bioenergiával, csakrákkal, írisdiagnosztikával, tudatalattid vagy teremtő képzeleted csodálatos hatalmával, szellemidézéssel, spiritizmussal, angyalmanipulációkkal foglalkoztál, ha tagja voltál egy szabadkőműves páholynak, rózsakeresztes testvériségnek, táltos egyháznak, boszorkány szövetségnek, vagy akár a sátánisták mozgalmának, vagy elkeverted magad még ezernyi más dologgal, amelyeket nem vagyok képes mind fölsorolni, de amelyek mind a keresztény hittől idegen numinizációkat tartalmaznak, akkor őszinte bűnbánat és Jézus Krisztushoz való csatlakozás után is szabadító imára van szükséged, hogy az enyhébb vagy súlyosabb démoni behatolás és annak káros hatásai megszűnjenek életedben. Minden hittel végzett imának van szabadító hatása, főképpen az Isten dicsőítő imáknak, az eukarisztia vételének, pedig különösen ennek ellenére érdemes a témáért kifejezett szavakkal is imádkozni. Mindeddig csak előadtam és magyaráztam, most azonban a sorozat befejezéseként imádkozni fogok érted. A démonok sokféleképpen behatolhatnak életünkbe, például a hazánkban oly tragikus módon gyakori istenkáromlás révén, családi feszültségek, vétkes szokások, pszichológiai sérülések útján is. A most következő imádság akkor is javadra válhat, ha nincs szükséged szabadulásra. Megerősödhetsz a démonok behatolási kísérleteivel szemben. Kérlek tehát, helyezkedj tiszteletteljes testtartásba, indítsd fel a hitet Isten végtelen szeretetében és hatalmában,
a megfeszített és föltámadt Jézus Krisztus megváltó művében, és enged, hogy a most következő imádság hasson rád. Mennyei Atyám, hittel kérlek Szent Fiad Jézus Krisztus nevében. Mindazokért, akik ezt a rádióadást hallgatják, akár most élőben, akár később felvételről, vagy letöltötték a hangfelvételt és úgy hallgatják, vagy a szöveget olvassák, vagy visszaemlékeznek a tartalmára. Ad nekik szent lelkedet, hogy szívük elforduljon minden bűntől, minden hitetlenségtől, minden hamis vallástól, minden babonától, minden mágikus tantól vagy praktikától, és megbocsássanak minden ellenük vétőnek. Most, szent színed előtt, ezekkel a testvéreimmel együtt ellene mondok a sátánnak, minden cselekedetének és minden csábításának. Megvallom hitemet Jézus Krisztusban, a te egyszülött fiadban, aki Szűz Máriától született, hirdette az üdvösség jó hírét, rombolta a gonosz műveit, és kiűzte a tisztátalan lelkeket, aki Poncius Pilátus alatt szenvedett, megfeszítették, meghalt és eltemették, de föltámadt a halálból, dicsőségben fölment a mennybe, és újra eljön ítélni élőket és holtakat. Megvallom hitemet a Szentlélekben, aki kiáradt egyházadra, s azt élteti, igazságban őrzi és erővel tölti el. Megvallom hitemet a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában és az örök életben. Megvallom hitemet a megváltásban, amelyet Jézus Krisztus szerzett nekünk szent vére árán, megtörve a sátán hatalmát, kivetve e világ fejedelmét. Megvallom hitemet, hogy megbocsátod a hozzád megtérők bűneit, szent fiad vérében tisztára mosod őket, és megszabadítod a sötétség hatalmától. Jézus Krisztus nevében hittel kérlek, mindazokat a testvéreimet, akikért most imádkozom, szabadítsd meg a gonosztól, szabadítsd meg a démoni erőktől, minden tisztátalan lélektől, minden ártó szellemi hatalomtól. Jézus nevében távozzék tőlük a belopakodott ellenség, távozzék minden bukott angyal. Urunk Jézus dicsőséges szent nevében távozzék a gonosz, távozzék a sötétség fejedelme, távozzék e világ istene, távozzék az őskígyó, az ördög, minden angyalával együtt. Jézus csodálatos nevében legyenek szabadok testvéreim a bukott angyalok minden befolyásától, minden ártalomtól, amelyet a romboló hatalmasságok okoztak. Legyenek szabadok az értelem perverziójától és az akarat úttévesztésétől. Legyenek szabadok a testi-lelki zaklatástól, a csüggedéstől és depressziótól, a terméketlen nyugtalanságtól és minden bénító szorongástól, minden egészségtelen félelemtől. Jézus Krisztus gyönyörű nevében fusson és meneküljön tőlük minden destruktív szellem, minden ellenséges lélek, minden démoni erő. Vonuljanak vissza a zűrzavar, a hamisság, a tétovaság, a kudarcra ítéltség szellemei. Adja föl hadállásait a sátán minden angyala. Váljanak testvéreim szabaddá Jézus dicsőséges keresztjének erejében, az ő csodálatos föltámadásának erejében, az ő újjáteremtő szent lelkének erejében. Szálljon rájuk a te békességed Jézus Krisztus hatalmas nevében. Jézus megváltó vérének erejében legyenek igazán szabadok. Legyen örömük, amelyet senki el nem vehet tőlük, és töltse erőket a föltámadt Jézus hatalmas lelke.
járjanak a Szentlélekben, adjanak hálát neked, és ujjongjanak csodálatos színed előtt. Öltöztesd őket erőbe, adj nekik bátorságot, hogy visszaverjék a gonosz minden támadását. Hatalmas angyalaid óvják őket jártukban, keltükben, és vallják meg Jézus üdvözítő nevét embertársaik előtt. Köszönöm, hogy ez valóban így történik. Hálát adok mérhetetlen jóságodért. Imádlak és dicsőítelek téged, szabadító Istenem. Légy áldott mindörökkön örökké. Amen. Amen, testvérem. Ha hittel bekapcsolódtál ebbe az imába, az változást hozott életedben. Amennyiben nem volt szükséged démoni behatolástól való szabadulásra, akkor is erősebb lettél, de ha szükséged volt rá, akkor az megtörtént. Igen, megtörtént. Akár érzed, akár nem. Ne ronsd az eredményt hitetlenséggel. Adj hálát, és maradj meg a hálaadásban. Előfordulhat, hogy a szabadulás egyelőre csak részleges, sőt, meggyőződésem szerint legtöbbször az. Ha így van, többször imára van szükség. Semmi más nem kell tenned, mint folytatnod az imát, hasonló szellemben, bár nem ezzel a szöveggel, és nem is okvetlenül ebben a stílusban. Megismételve mindaddig, amíg a démoni befolyás teljesen meg nem szűnik. Isten szereti, ha a magad módján imádkozol. Ne kövesd el azt a hibát, hogy exorcista után futkosol, miközben kezedben van a szabadulás kulcsa. Ha eddig nem imádkoztál kötetlenül saját szavaiddal, nosza, kezd el! Akár le is írhatsz egy magad fogalmazta imát, javítgathatod, csiszolgathatod, de nem a szép fogalmazás a lényeg, hanem a hit. Legyen imádságod egyszerű, Isten annak örül legjobban. Ha tudsz nyelveken imádkozni, annak is hatalmas szabadító ereje van, és minden dicsőítő imának. Csöndben, magadban is hatékonyan imádkozhat, az utcán, a metrón, vagy amíg a kasszánál sorodra vársz, de ha egyedül vagy és nem zavarsz senkit, érdemes az imádság szavait hangosan kimondani, mert a kimondott szó visszahat a szívre, és növeli a hitet. Szabadító ereje van a Zsoltár imának is, most a 144. Zsoltárból idézek néhány sort: áldott legyen az Úr az én sziklaváram. Ő tanította kezemet a harcra, és ujjaimat viadalra. Irgalmasságom és erősségem ő nekem, menedékem és szabadulásom. Védő pajzsom, benne remélek. Uram, hajlítsd le egedet és száj alá, érítsd meg a hegyeket, hadd füstöljenek, lobogtasd villámod és űzd szét ellenségeim. Szórd rájuk nyilaid és zavard meg őket. Új éneket énekelek neked, Istenem. Tízhúrú hárfán zsoltárt zengek neked, a királyokat diadalra segíted, és szolgádat Dávidot a gonosz kartól megmented. A mágia gonosz kart, és ugyancsak suhogtatják. De Isten megmenti szolgáit a gonosz karttól.